Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön a Hogyan játszunk Frosttal. Igen, igen, benyújtottam minden engedélyt a Warframe magyar isteneinél, hogy ezt a videót elkészítessem. Nincs pánik, legális minden. Na, viccet félretével, jön a Hogyan játszunk Frosttal, és ahogy a címben is szerepel lerántani egy-két tévedést a Frost gömbbel kapcsolatban, amit így általánosan szoktak hinni a gamerek. Nos, valamikor régen, még a sokadik update előtt és patch előtt a Frostnak idő alapú volt a Frost gömb, ugye? Idő alapú volt, és élet alapú is. Tehát le is lőhették az ellenfelek, de egy bizonyos idő után el is tűnt az a bizonyos Frost gömb. Változtak a szabályok, és változott a Frost gömb. Most már lerakod, és várod, hogy lefogjon az élete. Na most, valamikor régen, amikor csináltam a Warframe bemutató videókat, ezek a Hogyan játszunk videók, meg amúgy is egy aféle remastered részei azoknak a videóknak, tehát valamikor régen, amikor csináltam ugye a Frostról való ilyen bemutató videót, ott még idő alapú volt a Frost gömb, és a Frost egy bizonyos mértékben időre is volt húzva. Na most, szeretném a mai Warframe-ben, amikor ez a videó készült, az ekkori patch és update szerint bemutatni azt, hogy annak a modolásnak, ami elméletileg még nem állja a helyét, már nem állja a helyét, mégis miért van helye a mai Warframe-ben, és mégis miért állja a helyét a mai Warframe-ben, a Frostnál, és főleg miért állja a helyét a kezdőbb játékosok számára, akiknek még nincsenek Uber Pro módjai, mint ahogy nekem se voltak ott, és mégis egy jó Frostot lehetett kihozni belőle, és miért van értelme a Frostot időre húzni a mai Warframe világában is. Kétfajta bildet fogtok látni a videó végén, és szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy a Frost miért nagyon erős tankkarakter, és miért úgy mondom, hogy kötelező azon karakterek egyike, ami minden Warframe játékosnak az első sorban meg kell legyen egy Trinity mellett, meg kell legyen egy Loki mellett, meg kell legyen egy, nem tudom, egy Excalibur mellett, meg kell legyen egy Nova mellett mindenképp. Tehát egy Frost egy olyan alapkarakter, mint a Justice League-ben a 7 alapító tag. Tehát aki szereti a DC Comics-ot és a Justice League-et, vagy az Avengers-t, és ott az alapító tagokat, a Frost a Warframe-eken belül egy alapító tag, mondjuk így, és ott kell lennie a kötelezően megszerzett frémek között, mint csapatjáték szempontból, de ha pánik van és nincs jó karakterünk, akkor mint túlélő Survivor karakter szempontból is. Nos, mi itt a lényeg, ugye miért húzzuk a Frostot időre? Egyrészt azért, mert fantasztikus crowd control képességei vannak, amint láthatjátok, tehát később itt a videóban lesz egy klip, gyakorlatilag ha Frostot időre húzod, akkor lefagyasztja az ellenfeleket, ha nem bírja megölni, akkor egy helyben megállítja őket, tehát már alapvetően lesz egy tömegszabályozó hatása az egésznek, ahogy itt látszik is röviden a klipbe, az ellenfeleket megállítja. Nem beszélve arról, hogyha olyan ellenfelet állít meg, mint a Grineer vagy a Corrupted, akinek armorja van, akkor debuffolja az armort is. Tehát leveszi az armorjának az erejét, ezzel sokkal sebezhetővé teszi az ellenfeleket. Lényeges szempont, úgy gondolom a Frostnak adni egy kis időt egyes esetekben nagyon praktikus tud lenni. Következő dolog a gömbje. Hogyan működik a Frost gömb? Azt tudjuk ugye, hogy a Frost gömb életét kiteszi az erőmodok, és kiteszik az armor modok. Tehát a Steel Fiber és az Armored Agility hozzájárulnak a Frost gömbjének az erejéhez. Nos, és ugye sokan én is egy ilyen tévhitben voltam, hogy kettő gömbnek az ereje összeadódik, hogyha lerakjuk. Na most ez nem igazán igaz Frost esetében, tehát két gömb és négy gömb ereje nem adódik össze, hiába rakjuk le. Ami viszont hozzáadódik a Frost gömbjének az erejéhez, azon kívül, hogy armor modok és erő modok, az pedig egy 4 másodperces lehűlési idő. Tehát, amint lerakod a Frost gömböt, van egy 4 másodperces visszaszámláló, amíg az a gömb sérthetetlen, és az azon idő alatt az ellenfelektől benyelt damage-et hozzá fogja adni
a gömbnek a meglévő életéhez, ezáltal tudod felsztekelni a frost gömbnek az erejét és az élettartamát. Tehát egy jó időben lerakott frost gömb elképesztően erős lesz életügyileg. Tehát tegyük fel itt például, hogyha a bombardok lőnék a frost gömböt a 4 másodperces időtartama alatt, akkor az a frost gömbnek hihetetlenül nagy ereje lenne a bombard sebzések miatt. Nos, így működik a frost gömb. Le lehet rakni 2-t, ugye sokszor azért raknak a játékosok 2-t vagy 3-at, ugye, mert lehet, hogy azt hiszik, hogy felsztekkelődik 2 gömbnek az életere, de valójában, mikor már lerakjuk a másodikat, vagy azt a 4. gömböt, addigra már éri damage ama 4 másodperc alatt, és ezáltal felboostolódik az élete, mert ugye damage érte a gömböt a 4 másodperc alatt, és több életet szerez a végén. Tehát nincs köze annak, hogy 2-t leraksz egymásra, annak van köze, hogy 1-et leraksz a megfelelő időben leginkább. De attól függetlenül a frost gömb így is nagyon erős tud lenni az armor és az erőmodoknak köszönhetően gyakorlatilag. Tehát nem kell attól félni, hogy úgy, de gyorsan lelők itt a frost gömböt, mert önmagában is kurva erős. Tehát hogyha az erő, a strength 100%-on van, nem mondjuk 190-en, a frost gömb még úgy is igen erős tud lenni. Viszont ugye ez jó hír azoknak, akik szerverbot játszanak, és mondjuk például időre szeretnék húzni a frostot, nem feltétlenül kell koncentrálni arra, hogy erőre is húzzák, elég, hogyha 100%-os erőn hagyják, és beraknak mondjuk egy armor modot, mint a Steel Fireball és Armored Agility, és ezáltal is már erős lesz az a bizonyos frost gömb. Ez növeli meg frostnak a túlélését hosszabb távon. Nos, a következő dolog, amire nagyon ügyelni kell a frost gömbnél, bármelyik ellenfél, aminek tűzfegyvere van, az sebezni fog téged a frost gömbön belül, mert azt a frost gömb nem tudja visszatartani. Továbbá a bombardnak, a rakétájának a robbanása, a tűz, ami kijön belőle, átsugárzik a frost gömbön, úgyhogy az is sebezni fog téged. Nos, hölgyeim és uraim, ennyi lett volna, most jöjjön a modolás, ahol 2 fajta modolást szeretnék nektek bemutatni, egy kicsit rátérve a csapat alapú buildre, és egy kicsit rátérve a solo buildre, ami még mindig lehet egy jó csapat alapú build. Akkor jöjjön először a csapatorientált build, ami kifejezetten a 3-as képességére, tehát a hógömbre van specializálódva az, hogy minél jobban bírja. Ugye beleraktam az erőmodokat, amint a Transistent Fortitude, Intensify vagy a Power Drift, és a Steel Fiber, és ezzel nyertem egy 12.000 környéki, 12.635-ös hógömb erőt, ami már önmagában sem kevés, és ugye a 4 másodperces idő hányados, amíg a gömb maga a sebezhetetlen, annak a elnyes sebzésnek, amit 4 másodperc idő alatt elnyer, még hozzáadja ez a 12.000-hez, és ezáltal még erősebbé válnak az a bizonyos hógömb. A 4 másodperces időmodok nem befolyásolják, tehát se kevesebb, se több, hiába raksz bele több időt. Nos, emellett ugye a fagyasztása 76%-os armort vesz le az ellenfelekről, tehát arra pár pillanatra, amíg lefagyasztom és szétlövöm őket, bőven elég, de főleg a 3-as gömbjére koncentrál ez a bizonyos build. Tehát erőmodok, maximum, majdnem maximális effektivitás, de a Primate Flow és a Zenurik természetesen tökéletesen meg tudja oldani ezt a dolgot, de ha át akarnád alakítani, mert hogyha Zenurik iskolát húzol, nincs szükség arra a bizonyos Primate Flow-ra, hogy egy kicsit jobban kihasználják és még erősebb legyen a gömb, akkor ebben az esetben így lehetne megkombinálni. Nincs szükség a flóra, mert ugye megfelelő energiát tud biztosítani a Zenurik egy idő után, és ezzel nyersz elég erőt, tehát 13.914, ennyi plusz armort hozzá tudsz adni ahhoz a bizonyos frost gömbhöz. Belerakhatod még a Blind Rage-ed is, ha nagyon esik, csak már fölösleges ennyi moddal kiegészíteni a dolgokat. Na viszont én viszont mégis jobban kedvelem, végülis maradhat így is, halál mindegy, tehát mindenki eldönti, hogy mit, hogy szeret a dolgokba. Én nagyon szeretem, hogyha van a flow-om,
ott magam sem tudom miért, már így szoktam meg, maga a build nagyon régi, és hogyha úgy adódik, hogy mégse Zenurik van nálam, hanem valami más, akkor nem esek pánikba, hogy nem lesz energiám. De a Frostnál úgy gondolom, hogy Zenurik az egy kötelező dolog. A következő, amit mondtam, az az a bizonyos időbuild, az így néz ki, annál viszont itt is a flow-t úgy gondolom, hogy szinte kötelező berakni, mert hogy sokat használod az ultidat ebből a szempontból, hogy lefogyaszd az ellenfeleket. Egy kis naturált talent a sebességért, mert egy bizonyos szint után számít, hogy mennyire gyorsan vagy képes elkapcsolni a sebességet, hogy mennyire gyorsan reagálsz arra, hogy ne lőjenek le, úgyhogy én ezért raktam be, nem kötelező, de szerintem hasznos, és az Armored Agility-t azért, hogy növeljek a gömbnek még az extra élettartamán, azon kívül, hogy az erőt meghagytam 100%-ra, így van a gömbnek, ugye 5000-es élete, hogyha elkapcsolom, ez egy solo build, tehát mindig lőni fognak rám egy bizonyos szempontból, ha elkapcsolom, az rögtön csak azért, hogy a személyes védelmet erősítje, elnyel egy bizonyos számú sebzést, én lelassítom az ellenfeleket, lefagyasztom az ellenfeleket, miközben van egy 40%-os debuff, ez az alap frost debuff, 40%-ot levesz az armorról, viszont 9 másodpercre 24 méteren lefagyasztom őket a fenébe, így a frost úgy gondolom, igen effektív szóló karakterré válik. Nos, ez lenne az egyik build, a Zenurik iskolát nagyon ajánlom mind a kettőhöz, flow. A flow-t itt ki lehet cserélni, kinek hogy tetszik, lehet kísérletezni. Én pedig köszönöm a figyelmet, sziasztok!